A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat január 17-én 10 órakor a vasútállomáson koszorúzással kezdte a németek kitelepítésének 75. évfordulójára való megemlékezését. 1946. január 19-én elkezdődött Magyarországon a magyarországi németek, svávoknak a kitelepítése. Mindamellett tiszteletbe tartva a kormányhatározatot, gyülekezési tilalmat. Én azt hiszem a legfontosabb nekünk a saját egészségünk, életünk és biztonságunk. De mindamellett nem szabad megfeledkezni arról, hogy ami történt, úgyhogy szűk körbe szeretnénk megemlékezni, nem felejtve el ezeket a dolgokat a járvány ellenére sem. Ritter Imre német nemzetiségi képviselőtől kérdeztem, hogyan emlékeznek meg és milyen helyszíneken a mai napon a kitelepítés 75. évfordulójára. Itt teszünk először koszorút a vasútállomásnál, hiszen innen vitték el az első embereket, majd a volt tanácsházánál, a mai katolikus óvoda falánál lévő emléktáblánál, hiszen a budaörsieket ott terelték össze, majd a fél 11-kor a német mise lesz hagyományosan, és ezt követően pedig az ótemetőben a magyarországi németek előzésének országos emlékművénél fogunk koszorút elhelyezni. Hát ez most egy rendhagyó megemlékezés, sajnos a kormányzati hivatalos megemlékezést is el kellett halasszuk. Ez ugye idén Bonyhádon lett volna egy megyei emlékmű felszentelésével, de úgy gondoltuk, hogy itt a pandémiás helyzetben az, hogy néhány ember legyen itt, ez méltatlan a 75. évfordulóhoz és a megemlékezéshez. Ezért nem elmarad, hanem elhalasztottuk a megemlékezést. Emlékeztetnék arról, hogy éppen Budaörsön az ótemetőben az országos Vertreibung emlékhely felszentelésére is nem január 19-én, hanem nyáron úrnapján került sor, pont azért, hogy minél több ember vehesse részt. De ezzel együtt úgy gondoltuk, hogy itt Budaörsön, annál a táblánál, ahol az első vonatok elmentek, egy koszorút mindenképpen el kell helyezzünk. Vannak, akik azt mondják, hogy miért szükséges ez, hiszen már a előzet és elhurcolást elszenvedők és az itthon maradók, akik itthon voltak egrecírozva ezt követően, már személyesen nagyon kevesen vannak közöttünk, de pont ezért nagy a felelősségünk, hiszen elég csak arra emlékezni, hogy nem csak 75 évvel ezelőtt, de alig 20 éve, hogy mellettünk a volt Jugoszláviában milyen népirtások voltak, és már fölnőttek generációk, akik legalábbis Magyarországon, hál' Istennek, ezt nem tapasztalták meg, és nem találkoztak vele. És azért fontos erre emlékezni, hogy a jövőben ne fordulhasson elő újra, hiszen sajnos a történelem és az emberek nem változnak, és a rossznak még mindig és újra van talaja. Remélem, hogy majd a nyár folyamán már egy békésebb és egészségesebb időszakban méltóképpen tudunk megemlékezni a Vertreibung Versleppung 75. évfordulójára. Hogyha belegondolok, való igaz, hogy belegondoltuk a társadalommal éppen beszéltük, és milyen a sors 46-ban, amikor elkezdődött a kitelepítés, ugyanilyen hideg volt, hogy milyen borzalmas lehetett neki. És a sors iróniája, hogy az 50 éves megemlékezéskor a Városháránál akkor is cudar hideg volt. Akkor még nagyon sok, hál' Istennek, olyan ember is élt, aki itthon maradt, és átérte ezeket a borzalmakat. És milyen a sors a 75 éves kitelepítési megemlékezési, újfent ilyen hideg van. Még nem országos jellegű, most erre a hétvégére beállt erre az időszakra ez a hideg. Én úgy gondolom, hogy lehet közösen imádkozni a templomban, majd a mise után a kitelepítettek emlékére, és én arra kérnék mindenkit, hogy január 19-én, azaz kedden, a hét kedjén, mindenki gyűjtson otthon egy szál gyertyát, és emlékezzen otthon erre a szörnyű eseményre. Egy ilyen szörnyű, pusztító eseményt kellett átélniük, hogy megfosztották őket gyakorlatilag mindenüktől, elűzték a földjükről, teljesen gyökértelenné váltak hirtelen.
ők akkor is, és ezt látjuk aztán az ő történetükben, és aztán a kapcsolattartásukban, a hazájukkal, a visszatérésükben is, tehát már a kapcsolattartásban, a visszatérésben, ők bíztak, akkor is bíztak Istenben, amikor ez egyáltalán nem látszott értelmes döntésnek. Ők akkor is tudták, a kiüzetés közben is tudták, hogy Isten akkor sem felejti el őket. Isten akkor is táplálni akarja őket. És az életük visszaigazolta ezt, hogy sok küzdelemmel, sok szenvedés közepette, de végül újra hazára lehetek, újra összetudták rendezni az életüket, el tudták kezdeni újra, és föl tudták építeni. Mert ez a bizalom megvolt bennünk, hogy Isten nem hagy el. Isten táplál, Isten életet akar adni, még a legnehezebb körülmények között is. Jelenleg mi nekünk, hála Istennek, úgy tűnik, ilyen szintű, szörnyű eseményben nincs részünk. De azért a mi életünkben is ott van, és ott lehet mindenféle nehézség. Itt vagyunk a templomban, róluk is itt emlékezünk meg az eukarisztia keretében mai napon. Magunkhoz vesszük Istent, aki nekünk adja táplálékul önmagát. Vajon bennünk is ott van ez a hit, hogy nem a körülmények igazolják, hogy érdemese bízni Istenben, hanem fordítva van a dolog. Mindenképpen bízom Istenben, és minden körülmények között hiszem, és tudom, és így meg is fogom tapasztalni, hogy velem van. Ebben a mai eukarisztiában, amikor saját tanítványságunkra is gondolunk, nekünk is szól az evangélium meghívása, hogy mi is kövessük Jézust, és megemlékezünk azokról a testvéreinkről, azokról a családokról, akiket ilyen módon kezdett ki és hozott nehéz helyzetbe a történelem. Kérdezzük meg magunktól, hogy vajon mi mit válaszolunk Krisztusnak, aki nekünk is ingyenesen, nagylelkűen nyújtja önmagát táplálékul az eukarisztiában. Hogyan lehet azt elintézni, miután láttam, hogy egy ilyen megemlékezésen főleg idősebbek vannak, hogy a fiataloknak is továbbadjuk ezeket a megemlékezéseket? Az én korosztályomnál mindenképpen, hogy a fiatalok vagy fiatalabb korosztályokat kérdezik, akkor egy tabu téma volt, tehát én emlékszem az iskolában is, ezekről igazán nem hallottunk még a 80-as években. Amit hallottam az otthon, vasárnapi ebédek során a nagyszüleim által, és mindig mesélték is, hogy Kati, erről nem szabad beszélni. És ezért is volt egy öröm ilyen szempontból az én korosztályomnak már, hogy a rendszerváltás után ezzel foglalkozhatunk, ezt kutathattuk, ezzel most is a múzeum programjén keresztül meg tudjuk mutatni a mai fiataloknak, a mai generációknak, hogy ez hogyan történt. Illetve ami talán érdekesség még mindig a múzeumot, hogy reklámozzam egy kicsit, hogy személyes sorsokon, történeteken keresztül ismeri meg talán leginkább, vagy érti meg leginkább a mai generáció gyermekeink korosztály, hogy hogyan történt az előzetés. És ilyen szempontból nagyon-nagyon sok lehetőségünk van, nagyon sokan megkeresnek minket, és úgy a kutatások, mint emberi kapcsolatokon keresztül megismerjük, hogy például budaörsiek hogyan, milyen viszontagságok között jutottak el, és kezdték újra az életüket Németországban. Úgyhogy ez a tabu, ez ma már nem létezik, és ezért azt hiszem mindenképpen a mi korosztályunknak a feladata, hogy ezt akkor életben tartsa, hogy ezzel az emléknappal tényleg nem csak megemlékezzünk, gondoljunk a mi őseinkre, hanem a jövőben is olyan módon mutassuk be a gyerekeinknek, hogy ez élő maradjon, mint a múzeum maga. Ehhez igazodván a múzeumunk, a Jakob Leierheimát Múzeum, hogy a honlapját meglátogatják, hogy virtuálisan meglátogatják a kiállításainkat, illetve a programjainkat, akkor láthatják, hogy nagyon-nagyon sok, úgy a pedagógusok, mint a gyerekek, iskolások és fiatalok számára tudunk olyan anyagokat föltenni és biztosítani, amitől szerintem ez a kör is nagyon érdeklődő, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, múzeumunkat látogató csapat marad. Pont most egy mai példa, hogy a Szent Mise alatt odajött, vagy Szent Mise előtt pontosabban az egyik itteni iskolának az igazgatója, és ő mondta, hogy jaj, köszönjük szépen a neki küldött anyagokat, most ez a Covid alatt a múzeum, hogy milyen módon tudja, ugye virtuális gyerekkiállítás tekintetében is, mondta, hogy nagyon örülnek neki, és még javasolta is, hogy kiknek továbbítsa, vagy küldjük el. Tehát ez azt jelenti, hogy a visszacsatolás, a visszajelzés az pozitív, úgyhogy úgy gondolom, van jövője, és amit talán hallották, ismerik a múzeumunk, év múzeum, azért is az, mert
mert élő múzeum, tehát folyamatosan olyan színes programokkal próbáljuk, ugye hát most kevesebbel, de ettől függetlenül úgy próbáljuk minden évben és minden hónapban biztosítani, hogy mindenki megtalálja neki érdekes szeletet. A Magyarországgyűlés döntésének értelmében 2013 óta január 19-e a magyarországi németek elhurcolásának és elüzetésének emléknapja, amely hivatalos állami megemlékezésnek számít. A kitelepítés 1946. január 19-én kezdődött, az első vonat Budaörsről indult. 2021. január 19-én reggel Orbán Viktor miniszterelnök Ritter Imrével, a magyarországi németek országgyűlési képviselőjével közösen megkoszorúzta a magyarországi németek elhurcolásának emléktábláját a budaörsi vasútállomáson.